Mint egy 120 kanizsai kisvállalkozást érint a bérleti díj csökkentés, amelyről a Minap határozott a polgármester. Balog László közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő nem célú helyiségek bérleti díját 70%-kal csökkentette a veszélyhelyzet idejére. Ez azokra a szolgáltatókra, mikrovállalkozásokra érvényes, amelyekre vonatkozik a nyitvatartási időkorlátozása. Ide tartoznak egyebek mellett a vendéglátóhelyek és a különböző üzletek. A polgármester kiemelte a város Módosítani kellett, hogy biztosítani lehessen ezt a támogatást, amely a számítások szerint mintegy 6 millió forint kiesést jelent havonta az önkormányzatnak. A városvezető hangsúlyozta, Nagykanizsa minden más városhoz hasonlóan a várhatóan jelentősen csökkenő bevételek miatt saját támogatási eszközzel nem rendelkezik, de mégis fontos, hogy az önkormányzat legalább a lehetőségei szerint segítse az itt élő és dolgozó vállalkozásokat.